Ez egy különleges év, egy különleges nap, hiszen 25 éves a jótékonysági óvodabál. Szeretettel a szívünkben invitálunk benneteket, hogy ünnepeljétek velünk ezt a mai estét, hisz részvételetekkel ismét gyermekeinket támogatjátok. Igen, vannak ügyek, melyeket érdemes támogatni. Márpedig ez a jótékonysági bál ilyen. Mikor 25 évvel ezelőtt elindult útjára ez a rendezvény, talán még az akkori szervezők sem gondolták, hogy évről évre ilyen hosszú ideig sikerül eredményesen életben tartani, népszerűvé tenni. Erre a jubileumi bálra nyitott szívvel, izgalommal és csodás programmal készültünk mindannyian. Az érsek családi napközi otthonos óvoda dolgozóival és szülői munkaközösségével ünnepli a hagyományosan megrendezésre kerülő jótékonysági óvodabálunk 25. évfordulóját. Igen, tényleg negyed évszázad telt el az első óvodabál megszervezése óta. 1994-ben talán senki sem gondolta, hogy az akkori mulatságot még 24 fogja zsinórban követni a sorban. Nagy öröm látni, hogy azok a gyerekek, akikért az első bálok szerveződtek, ma mint szülők vannak már jelen, folytatva ezt a kedves hagyományt. Mint látható, idén is nagyon sok felajánlás érkezett, a rendezvény sikerét támogatandó tombola tárgyak formájában is, mint ahogy itt mellettem látható. Az első bál is a gyerekek óvodai életkörülményeinek a javításáért indult. 25 éve azért rendezzük, azért szervezzük, és elmondhatjuk, hogy nagyon szép és jól felszerelt az óvodánk. Ez persze nem csak a dolgozóknak, a szülői szervezetnek köszönhető, a fenntartónak is. Szinte mindenünk megvan. Amire most tényleg nagy szükségünk lenne, egy ipari mosogatógép. Az, ami az életünket most jelentősen megkönnyíteni az óvodában, egy csoport minden héten egy napon nélkülözi a dajkáját konyhai munkák miatt. És nagyon nagy segítség lenne az, hogyha az óvodában dolgozók felnőttek, több időt tölthetnének a gyerekekkel. Úgyhogy azért vannak itt, kedves szülők, és köszönjük szépen, hogy eljöttek. És én köszönöm szépen a szülőknek, hogy mindenben támogatnak minket, ha kell, este hétre visszahozzák a gyereküket egy műsor kedvéért, és mindig fordulhatunk hozzájuk bizalommal. Én azt kívánom, hogy ez a jó kapcsolat továbbra is az elkövetkezendő években is megmaradjon.